Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Egy kármikus fordulat. Ez a felvétel egy személyes videó Manasziéra számára. Kedves Manasziéra, üdvözöllek téged. Ez a te videód, a te kármikus témád, és én az asztrológiával kezdeném az indiai számítás szerint. Először elmondanám azt, hogy mit jelent kárma, és mi ez a kármikus fordulat. Nekünk van lelkünk. Amikor meghalunk, akkor a lélek kilép a testünkből, elhagyja a földet, és visszatér az égi hatalomhoz, a jó Istenhez. Ha a lélek boldog, kiegyensúlyozott és felszabadultnak érzi magát, akkor kilép a sors kerékből, és megoldotta a kármikus témákat. Viszont ha a lélek boldogtalan, szomorú, akkor szeretne valamit javítani, választ egy új életutat, egy sorsutat, és visszatér a földre. Ez azt jelenti, hogy van múltunk, és a lélek keres egy jövőt. Amit mi élünk, az a jelen. Asztrológiailag van két kármikus csomó. A lefele mozgó hold csomó, Kétu, a sárkánynak a farka. Itt a múltról van szó, mind arról, amit mi átéltünk a múltban. És van a felfele mozgó hold csomó Ráhu, a sárkánynak a feje. Ez egy életút, amit mi nem ismerünk. De a lelkünk ezt az utat kiválasztotta, mert pontosan erre van szükségünk, ez, ami bennünket felszabadít. Ezek a holdcsomók mozognak. Szeptember végén elhagyta Kétu a lefele mozgó holdcsomó a nyilas jegyét, áttért a Skorpión jegyébe, és ott marad 2022. márciusáig. A felfele mozgó holdcsomó Ráhu elhagyta szeptember végén az ikrek jegyét, áttért a bika jegyébe, és ott marad 2022. márciusáig. Pontosan ez most ez a kármikus fordulat. És mit jelent ez neked? Elmagyarázom a te horoszkópod alapján. Azzal kezdeném, hogy te egy félhold napon születtél. Ezek kihívások, mert a nap és a hold között, ami az apukádat és az anyukádat is szimbolizál, van egy ilyen kihívás vagy feszültség, ahogy te, mint gyermek, ezt átélted. Hiányzott a föld eleme, a biztonság érzete. Ezek lehetnek érzelmek, de lehetnek anyagiak is. Ez a feszültség abból adódik, hogy a napod a kos jegyében van az indiai számítás szerint, a holdad a rák jegyében, és a mi földünk az a mérleg jegyében volt azon a napon, amikor te megszülettél. Tehát itt a tűz eleme játszik egy szerepet, a levegő eleme és a víz eleme, és hiányzik a föld eleme. Hol találod te ezt meg? Erre utal a Mars bolygó és Vénusz bolygó a bika jegyében. Mindkettő a bika jegyében található, és a bika jegye az a föld eleméhez tartozik. Mars és Vénusz az a szerelmi élet területén hat,
Vénusz bolygó az a nőies energia, és Mars bolygó az a férfias energia. Te a biztonságot és a nyugalmat, az élet örömöt, azt a párkapcsolat területén keresed, és meg is fogod találni. Itt lesznek kármikus témáid a bika jegyében, mert a felfele mozgó hold csomó Ráhu a bika jegyében mozog 2022. márciusáig. Ez kihat a szerelmi élet területére, mert a te születési horoszkópodban itt van Mars bolygó és Vénusz bolygó. A bika jegye nálad a 9-es életházban van, az utal utazásokra, külföldi kapcsolatokra, de ez az utazás lehet egy belső út is, hogy higgy ebben a szerelemben. Mivel Ráhu, ez a felfele mozgó holdcsomó, ami 2022 tavaszáig hat rád, ez egy új lehetőséget fog számodra jelenteni, vagy egy kiútat. Kétú, a lefele mozgó holdcsomó, ami a múltra utal, szintén kármikus témákra, Kétú a Skorpión jegyében van 2022 márciusáig. A te születési horoszkópodban a Skorpión jegye a hármas életházban található. Ez az élet iskolája, itt be kell, hogy bizonyítsd magadat. Itt található nálad a te születési horoszkópodban egy visszatekintő Neptun bolygó. Ez a visszatekintés, ez szintén a múltra utal. Neptun bolygó jelenti az álmokat, mivel Neptun bolygó a hármas életházban van, ahol az élet iskolájában vagyunk, ez a feladatod, ezt megtanulni, hinni az álmaidban. De ez nem könnyű, mert itt vannak kármikus emlékek. És Neptun bolygónál gyakran arról van szó, hogy mások közölnek velünk valamit, és az olyan álomszépnek tűnik. Ha ez igaz és megvalósul, akkor minden gyönyörű. De mi van akkor, ha ez egy hazugság? És ezek a csalódások vannak nálad a múltból, az lehet, hogy ez félelmeket vált ki, vagy óvatos vagy, de ami fontos lenne számodra, hogy ennek ellenére higgy az álmaidban, mert ez az álom megvalósul. Szaturnusz bolygó kihat a sorsunkra, és őrzi a kármikus témákat. A te születési horoszkópodban Szaturnusz bolygó a 8-as életházban van, a kos jegyében. A napod is egy visszatekintő Merkur bolygó is. A nap szimbolizálja a te énedet, de az apukádat is. Merkur bolygó szintén tanít bennünket, és Merkur bolygónál gyakran a gyermekkorról vagy az ifjúságról van szó, mivel a te horoszkópodban Merkur bolygó visszatekintő, itt vannak emlékek. Szaturnusz bolygó szintén itt hat a 8-as életházban, a kos jegyében, és ez korlátozásokra utal, különösen az első életszakaszban. A második életszakaszban Szaturnusz bolygó másképp hat, itt valami kialakul nálad, de oda kell figyelni erre a 8-as életházra. Tulajdonképpen ennél a 8-as életháznál a halálról vagy örökösödési ügyekről van szó.
de ennek szimbolikus jelentése van. Mégpedig azt jelzi, hogy valamit le kell zárnunk az életünkben, hogy legyen egy új út, egy kiút, és nálad ez a gyermekkorodra utal. Szaturnusz bolygó mozog, mint ahogy más bolygók is mozognak. Szaturnusz bolygó jelenleg, de jövőre is, az indiai számítás szerint a bak jegyében van. A bak jegye nálad az ötös életház, ami a gyermekekre utal, a te saját gyermekeidre, de a gyermekkorodra is. Itt vannak a gyermekkori emlékek. Itt rendeződik most valami, mert ezt a következő évben le fogod zárni. A szép emlékek megmaradnak, és az, ami elszomorít, azt elhagyod, ezeket a képeket, ezeket az emlékeket. Ez az ötös életház mutatja az élet színpadát, és te játszod itt a főszerepet. Te állsz a középpontban, de ezt úgy kell kialakítani, ahogy a gyermekek nekünk ezt mutatják, játékosan, könnyűségekkel. És ez, ami téged felszabadít. Amit még hozzá szeretnék tenni a te horoszkópodhoz, az indiai számítás szerint a te aszcendentusod a szűz jegyében van. A szűz jegye nagyon okos, és te okos döntéseket hozol az életben, de itt van nálad egy visszatekintő Uránusz bolygó és egy visszatekintő Plutó bolygó. Uránusz bolygó mutatja azt, hogy te különleges vagy, más, mint mások. Légy ennek öntudatában. És Plutó bolygó azt jelenti, hogy megvan a belső erőd. Ez a kisugárzásod, ez mondhatnám egy mágikus kisugárzás nálad. Ha ennek tudatában vagy, hogy milyen a fellépésed, akkor meg lesz nálad ez a biztonság érzete, mert biztos leszel magadban. A szűz jegyénél előfordulhat, hogy kritikus vagy másokkal szemben, vagy kritikus vagy magaddal szemben. De ha megérted azt, hogy mindenki hibázik, ez nem baj, mert ebből tanulunk, akkor más lesz a fellépésed. És most áttérek a jóslásra, egy kármikus fordulat. Itt ez a kártya mutatja a jelenlegi helyzetedet. Ez a lovas férfi mutatja a lelki társadat, hogy ő áll a középpontban, sokat gondolsz rá, és ő is gondol rád. Ennek a lovas férfinak van még egy jelentése, mutatja a mozgást, hogy kell, hogy kezedbe vegyed a dolgokat, hogy előre menjenek az események. Esetleg utalhat sportra, autóra, változásokra, vagy egy kisebb utazásra. A következő kártya azt fogja mutatni, hogy mi az, amit meg kellene őrizned a múltból, mert ez ad számodra erőt. Itt ennél a kártyánál láthatjuk az élet utakat, a kereszteződést, amikor sors utak kereszteződnek. Ez jelenti a lelki társadat is, mert ez nem véletlen, hogy te vele találkoztál. Ez a kereszteződés jelenti azt is, mennyire fontos döntéseket hozni, hogyan tovább, előre, hátra, balra vagy jobbra, és te most ennél a kereszteződésnél vagy. Mivel ez téged erősít, ez arra utal, hogy jó döntéseket fogsz hozni. Te ne siessd
ezt el. Én úgy érzem, hogy ez most korai lenne, te jövőre hozhatod ezeket a döntéseket, mert a te lelki társadnak van ez az elvárása. Most maradunk még a múltnál, és megnézzük azt, mi gyengít téged. Ez a kártya a szerencsét jelenti. A kérdés az, miért gyengít ez téged? Mert vannak lehetőségeid, de ha ezt nem látod, ha nem fogadod ezt el, akkor nem úgy élsz, ahogy szeretnél. Te kellene, hogy éljed az álmaidat. Higgy ebben. A következő kártya az mutatja a kulcsot, a megoldást a te kármikus témáidra. Ez a virágcsokor jelenti a te szépségedet, a belső, a lelki szépségedet is, ezt a gyönyörűséget, ezt a tisztaságot. Azon kívül a te tehetségedet egy művészi területen. Ha te ezt megvalósítod és éled a hivatásodat, biztos vagy magadban, a fellépésedben, akkor javul valami a te kármikus utadon. A következő kártya azt fogja jelenteni, hogy mit értél el eddig. Ezen a képen a halak láthatóak. A halaknak több jelentése van, utalnak lelki dolgokra, amit te elértél, hogy megtaláltad a lelki társadat. A halak jelentik a jólétet is, a belső értékeket, de a gazdagságot is. Higgy abban, hogy itt megvalósul valami, itt lesz javulás az anyagiak terén is. A következő kártya azt fogja mutatni, mit tudsz tenni annak érdekében, hogy javuljon a helyzet. Ez a fa utal a természetre. A természet ad neked erőt. De ennek a fának van még más jelentése is, a gyógyító hatás. Lehet, hogy ez a hivatásod, és van nálad ez a gyógyító erő. A fa azt is jelenti, hogy kell egy hely, ahol úgy érezzük magunkat, igen, itt a helyem, itt le tudok gyökerezni. Ez a te hivatásod, és ez a párkapcsolat. A lelki társaddal. A következő kártya mutatja a te leckédet, mit kell tanulnod az élet iskolájában. Ez a nagy medve az erőt szimbolizálja. Megvan az erőd ahhoz, hogy megvalósítsd azt, amit tervezel, amit még ez a kártya jelent, hogy te adsz erőt másoknak. De vigyázz arra, hogy ne használjanak ki téged, mert akkor elveszíted az erődet, és fáradt vagy erőtlen. A következő kártya azt fogja mutatni, mi segít abban, hogy megtartsd ezt a belső erőt. Ezen a képen a hold látható. Ez mutatja az édesanyád vagy az anyai érzéseket. A hold jelenti az álmokat, a vágyakat és a reményeket. Ezek az álmok megvalósulnak, és ez ad számodra erőt. A következő kártya egy égi üzenet számodra. Ez a kereszt utalhat vallási témákra, vagy egy spirituális útra. De jelenti azt is, hogy a sors utak kereszteződnek, és ez a szerelem, ez a lelki kapcsolat nem véletlen.
a következő kártya azt fogja mutatni, mi segít, vagy ki segít neked. Ez a kulcs jelenti azt, hogy légy magabiztos. De azt is vedd kezedbe ezt a kulcsot, és ezzel a kulcssal lezárhatsz valamit, és ezzel a kulcssal nyithatsz valamit. Zárd le a múltat, és ha ez megtörtént, akkor lesz egy új kezdet. Az utolsó kártya a jövőt jelenti, és azt, hogy tudod kiegyensúlyozni a te kármikus témáidat. Ez a gyűrű utalhat a házasságodra, jelentett szerződéseket is. Ennek a gyűrűnek van egy más jelentése is. Valaki vagy valami visszatért a múltból, és ha ez a lelki társad, akkor az azt jelenti, hogy te ismered őt a múltból, és ő visszatért hozzád. És én biztos vagyok abban, hogy ez így van. Most megtekintjük azt, mi a lelki üzenet a te lelki társattól. Ez a fa, a kívánságok fája, és ez hív téged. Egy régi kívánság az most megvalósul. Kedves Manasira, így tudtam a kármikus témáidat elmagyarázni. Köszönöm, hogy hozzám fordultál. Nagyon sok szeretettel, Dendera. És ez volt a videóm. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra.